Köszöntöm a kedves nézőket! Tájékoztatást szeretnék nyújtani önöknek arról, hogy hogyan használhatják a sportlétesítményeket a városba, illetve milyen szabadidős és sporttevékenységekbe vehetnek részt. A kormány április 26-án hozott rendeletet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról, ugyanezen a napon pedig a polgármester úr intézkedést hozott a kulturális intézmények és a sportlétesítmények részére is. Megkérem Kis Attilát, az Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, hogy ismertesse a városi tulajdonú sportlétesítményekkel kapcsolatos információkat. Én is köszönteni szeretném a kedves szarvasi tévénézőket, és úgy érzem, hogy egy nagyon örömteli sajtótájékoztatót fogunk tartani, mert ha kinézek az ablakon, van egy nagyon pozitív, majdnem 30 fokos időben képzeljék el, és szerintem ez a lelki világunknak kifejezetten jót fog tenni és jót tesz. Ráadásul nem csak annak, hanem ennek a kevésbé pozitív, fogalmazunk így, mert ebben van egyfajta optimizmus, egy kevésbé pozitív Covid helyzetnek is, ugyanis bízunk benne, hogy gátolja vagy lassítja ennek a az igen kellemetlen alattomos vírusnak a terjedését. Mint említette Boros Bence ifjúsági és intézmény felügyeleti referens úr, a sportlétesítményekről szeretnénk beszámolni és ezeknek az újranyitásáról. Nagyon pozitív dolog, hogy a sportlétesítményeink azok újra nyithatnak. Ez a nyitás azt jelenti, hogy nem csak a sportolók, hanem a sportolókon kívül most már a nézők is, hogyha rendelkeznek a megfelelő okmányokkal, beléphetnek és szurkolhatnak a kedvenc csapatuknak, szurkolhatnak például a szarvasi kézilabdásoknak, vagy esetleg a szarvasi focistáknak. Szerintem ez egy nagyon fontos lépcső lehet mondjuk egy csapatnak az életében is. Ugyanis tudják, a sportolók eddig is sportolhattak, és szívüket, lelküket kitéve ugyanúgy folyt a bajnokság, ők ugyanúgy versenyeztek, de azért minden sportolónak sokkal jobb érzés az, hogyha azért a lelátók biztatják őket, hogy ez az fiúk és lányok. És éppen ezért szeretnék is mindenkit bíztatni, hogy miután ez a sportolóknak is jó, és igazából a sport szerető embereknek is, menjenek és bíztassák is a csapatukat. Amit még fontos itt megemlíteni, az szerintem az lenne, hogy a kormány az hozott egy rendeletet, mely szerint a sport létesítményeket a sportegyesületek térítésmentesen használhatják, nem kell bérleti díjat fizetniük, és Szarvasváros is ennek a rendeletnek azonnal eleget téve fogadatosította ezt az intézkedést. Szerintem ez egy nagyon jó dolog az egyesületek számára, hogy ezt megtehették. Nagyon fontos még ezen kívül, hogy az egészség megőrzése érdekében, ugye én is sportolok rendszeresen, és ezt abszolút egy tanácsként tudom adni minden szarvasinak is, hogy kezdjünk el újra mozogni, hogy eddig nem tettük, vagy lehet, hogy fokozzuk ennek az intenzitását, ugyanis ez egy nagyon pozitív és nagyon jó preventív megelőzés, ugyanis még ennek a vírusnak nincsen vége majd akkor lesz, hogyha kialakul az úgynevezett orvosok által szaknyelven nyáimmunitásnak nevezett jelenség. Tudják, én nem vagyok orvos, és ehhez nem fogok érteni, de azért a híreket figyelem, és bízom benne, hogy ez minél hamarabb el fog következni. És onnantól kezdve, amint ugye ez kialakult, még szabadabban mehet mindenki oda, ahova szeretne. És ugye vegyük még sorra a szarvasi sport létesítményeket, szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
Egészen pontosan, hogy a Szarvasváros fenntart egy sportcsarnokot a Petőfi utcán, fenntart egy sportcsarnokot és üzemeltet az Alkotmány utcán, ugye egy Erzsébet égeti sportpályát is szintén üzemeltet, és ugye a főtéri iskolát is jelen pillanatban az üzemeltetése a városhoz tartozik, és az előbb említett létesítményeket ugye a Komép intézmény fenntartó város üzemeltető Kft. Végzi. Lehet, hogy ebben is majd lehetnek hosszú távon átalakítások, és én ide sorolnám ugye a főtéri iskolát is. És még egy másik nagyon fontos intézményt, és akkor át is adnám a szót az itt mellettem ülő főigazgatónak, Gémes Tibornak, hogy beszéljen nekünk egy kicsit arról, hogy szombaton újra nyitott a fürdő és már üzemel. Köszöntöm én is a tévénézőket. Valóban szombaton nyitva van a városi fürdő. Meg kell mondjam, itt a korlátozást feloldó intézkedések miatt én arra számítottam, hogy nagyon gyér lesz az érdeklődés az első hétvégénken. Hát meglepődve tapasztaltam, többször voltam benne hétvégén, hogy hát általam vártnál, illetve a kollégáim által vártnál többen voltak a fürdőben. Nyilván nem egy csúcs bevételről, a forgalomról lehet beszélni itt az első napon, mert azért nagyon sok személy van még korlátozva a fürdő látogatásban, de reggel több úszni jövő vendég várt, nagyon sokan használták aznap a gyógymedencét is, ami nem feltétlen nyár elejé foglalatosság, a szaunában is 15-20 fő vett részt egy szombati napon, a vasárnap egy picit még erősebb volt. És a hétfői forgalom pedig annyiban volt más, hogy egy pénteki intézkedés kapcsán a iskolai keretek között szervezett foglalkozások, testnevelés óra, edzés, szabadidő, tömegsport foglalkozások is mehettek. Hétfő délután több 10, 50-re tippelek diák volt szervezett formában a fürdőben. Ez ugye azt jelenti, hogy ezek a csoportok tulajdonképpen a kísérőjükkel jöhetnek be a fürdő területére, és ugye itt a fiatalok korosztálynak nincs még védettség igazolványa, és gyakorlatilag a fürdő előtt megvárva kell bejönniek, így tudjuk betartani a szabályokat. Ugye ez a védelmi intézkedéseket feloldó szabályok, ezek eléggé bekorlátozzák azt, hogy kik járhatnak jelenleg a fürdőbe. Tulajdonképpen életkortól függetlenül kizárólag védettség igazolvánnyal rendelkező léphet be jelen szabályok szerint. Volt itt az utóbbi időben egy pici, hát azt mondom, hogy vita is bizonyos vendégkörrel, több kérdés is merült fel, és többen ezt problémának is fogalmazták fel, és valóban így van, de jelenleg nem léphetnek be felnőtt Covid igazolvány, védettség igazolvány rendelkező felnőtt kísérletében a 18 éven aluliak a fürdőkbe, egyébként jégpályákra, edző és fitness termekbe sem, moziba, színházba, könyvtárba, stb. Igen. Sajnos itt ki kell várnunk még egy lazítási rendelet módosítást, és utána bízom benne, hogy ez a családok részére nagyon fontos dolog is módosulni fog. A fürdő változatlan nyitvatartással érhető el, általános ugye 10 órától 20 óráig terjedő nyitvatartás, hétfőn 14 órától vagyunk nyitva, és szerdán 21, pénteken pedig 22 órás a nyújtott nyitvatartás, tehát addig vagyunk nyitva. Az árak változatlanok, de azt megjegyezném a bérletesek vonatkozásában, hogy ugye 12 és 25 alkalmas bérletekkel lehet bejönni a fürdőbe, ezek egy, illetve két évig érvényesek alapesetben, és ezt ugye az elmúlt időszaki lezárások miatt az idei év vonatkozásában 6, a tavalyi év vonatkozásában pedig 4 hónappal meghosszabbítjuk automatikusan, tehát a bérletek érvényessége az ennyivel növekszik, és nem jár le azért, mert éppen a fürdő most fél évig zárva volt. Ugye a fürdőben gyógyászat is működik. Ezek a szolgáltatások, hát jelentős része, mondjuk 70%-a elérhető volt már január elejétől. Itt a fizioterápiai kezelésekre és a balneó egy részére gondolunk, de a fürdők nyitásával a három megmaradó
kezelés, a súlyfürdő, a medencefürdő és a csoportos vízi torna is elérhetővé vált. Kérnénk, javaslom, kérjük azt, hogy ezeket is írassák fel majd a következő beutalókra azok, akik szeretnének ezeken részt venni, illetve kezelésre jönni a fürdőbe. Tulajdonképpen január elején, amikor a gyógyászatot kinyitottuk, akkor hát nem is volt tulajdonképpen cél az, hogy a forgalmat jelentős mértékben mondjuk az előző évi forgalomra feltornázzuk. Itt azért gondoljunk arra, hogy 7-8 ezres országos új fertőzöttel számoltunk, tehát egy óvatos nyitásban gondolkodtunk, és utána próbáltuk a kezelés számokat növelni. A mai hírek szerint talán 500 alatti a napi fertőzött szám, és magam még pár hónappal ezelőtt a szűkebb környezetemben bőven találtam Covid fertőzöttet, karantén alatt lévőt, most igazából nem tudok egy közvetlen ismerőse, remélem ez az általános helyzet Szarvason. És ez tulajdonképpen egy kicsi óvatosság mellett azért a fürdő és a gyógyászat látogatására talán most már lehet kicsit motiválni és bátorítani a vendégeinket, és ezeket a elmaradt kezeléseket én azt gondolom, hogy célszerű felvenni. Többször halljuk azt most az utóbbi napokban, hogy most tűnt fel, hogy zárva van a fürdő, hogy mennyire jó volt a gyógyvízbe ücsörögni, és mennyire nem fájtak bizonyos tagok. Aki így van ezzel, az azt gondolom, hogy keressen fel minket. A gyógyászat nyitásával, itt a fürdő nyitásával tulajdonképpen elérhetővé válnak a egyéb ilyen jellegű szolgáltatások is, például a fizetős masszírozás. Ugye rendszeresen a nyitvatartási időben lehetett jönni nem beutalóval is masszírozásra, és egyébként ugye a többi gyógyászati kezelés, az összes gyógyászati kezelés felvehető ilyen módon is, akiknek nincs beutalója, azok így is tudják látogatni a fürdőt. És felhívom a figyelmet, hogy azaz jövő hétvégén, hosszú hétvége, várunk minden kedves vendéget, illetve hazalátogató rokont is a gyógyfürdőbe. Köszönöm szépen! Még feltennék neked egy kérdést, kedves fürdőigazgató úr. A kérdés az az lenne, ugye beszéltél a védelmi intézkedésekről, hogy a fürdő használói, akik ugye beléptek a fürdőbe, rendelkeznek a megfelelő előírásokkal, stb. Ez ugye technikailag hogyan történik, meg én ugye arra vagyok igazából kíváncsi, hogy például a maszk használat hogyan kötelező, nem kötelező, stb. Csak azért, hogy a kedves tévénézők is biztosan tudják, hogy ott ez hogyan működik, és hogyan nem működik, stb. Ugye kezdem, hogy úgy játszottam, az a legegyszerűbb, ott nincs változás, továbbra is kötelező a maszk használat, belépéskor a lázmérés, kézfertőtlenítés és a teljes területen a maszk használat. Nyilván most már a vizes kezelések ezek alól kivételek, tehát ott nem kell használni a betegeknek, a kezelőknek egyébként kell használjuk a maszkot. A fürdő az egy picivel másabb dolog, ott a belépéstől az öltözőig kötelező, és utána a medencetérbe pedig ajánlott, nem kötelező használni, aki gondolja használni, nyilván megtiltani senkinek nem fogjuk. És itt pedig a fürdő üzemeltető munkatársaknál pedig már nem kötelező a fürdő, vagyis a maszk használata, tehát abban biztosak lehetnek, hogy aki nincs maszk, az be van oltva, az védettség igazolványa rendelkezik. Van még egy-két kollégánk, aki nincs beoltva, illetve hát tulajdonképpen közelít a fél évhez, amikor átesett a betegségen, tehát ők használják. Ezek most már szerintem csak 2-3 vannak, de nem frontvonalban lévők. Mondhatjuk, hogy a teljes fürdő az védelem alatt áll, tehát szerintem buzdíthatjuk a kedves szarvasokat, hogy hajrá, és az egészség megóvása érdekében is látogassuk a fürdőt. Szarvasváros ezt is, még nagyon sok más sportolási lehetőség mellett biztosítja a szarvasi lakosok számára. Úgyhogy én azt szeretném csak elmondani még egyszer, hogy mindenkit biztatnék arra, hogy aki esetleg eddig nem sportolt, az mert szüneteltetnie kellett, annak biztos, hogy nem hiányzik, és nyugodtan kezdje el újra, és itt a hatalmas és nagyon jó lehetőség arra, hogy aki eddig ezt nem tette, most gondolkozzon el azon, hogy mi lenne, ha
elkezdene egy kicsit többet mozogni, és ez egy olyan lehetőség lehet, mint mondjuk egy ilyen január 1-i dátum, hogy akkor most nyit minden, és akkor életmódot váltok, és egészségesebb leszek. Úgy gondolom, hogy még nagyon fontos, hogy szó essen a játszóterek használatáról, illetve a szabadtéren folytatott sporttevékenységekről. A játszóterekről azt kell tudni, hogy az eszközök felülvizsgálata 3 évente történik, legutóbb éppen tavaly. Ennek megfelelően pedig a Comape Kft. Cseréli, javítja, illetve bővíti az eszközparkot. A vásártéren egyébként most beruházás keretében tartósabb fémeszközök telepítésére fog sor kerülni. A családosok változatlanul látogathatják a játszótereket, ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy ne feledkezzenek meg az új intézkedésekről. Közterületen ugyanúgy a maszkviselés a felnőtteknek, illetve gondoskodjanak a kéz- és felületfertőtlenítésről az eszközökön, valamint tartsák egymástól a távolságot. A szabadtéri sport kapcsán sokan futnak, vagy éppen újabban a Nordic Walking is egyre népszerűbb, illetve többen használnak kültéri fitness eszközöket. Itt azt szeretném, nagyon fontos lenne kiemelni, hogy sportolás közben nem kell maszkot használniuk, arról viszont ne feledkezzünk el, hogy amíg eljutunk a sportolás helyszínére, és amíg nem kezdjük el a sportolást, hiába van rajtunk akár a sportfelszerelés, addig is maszkot kell viselni, amíg oda nem érünk a sportolás helyszínére. Úgyhogy kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ezt is vegyék figyelembe. Ez egy nagyon fontos dolog volt, és amikor mentem le a ligetbe futni, akkor kérdezték tőlem is, hogy ez hogyan működik, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt Bence megemlítette. Szerintem nagyon fontos információ volt. Engedjék meg, kedves szolgálatosok, hogy mindenkinek megköszönjük a figyelmet, és kívánjunk mindenkinek, mondjuk úgy, hogy nagyon mozgalmas napot, hetet és most már hónapokat, és bízunk benne, hogy újra, és most már lehet, hogy még többen el fogunk kezdeni mozogni.